Az óriási fák nyújtott a hűvösben, kellemes társaságban töltetik el a gyerekek a nyári szünidő forró délelőttjeit. Kézműves foglalkozáson vesznek részt a gyerekek Palicson, a helyi közösség épületének udvarában. Kivágták az óvónénik, és mi is kivágtuk. És vágtak ilyen lepkeszárnyat, és mi rajzoltunk a lepkékre szemek szájat, és kivágták a szárnyakat, és ráraktuk, és így ráhúzzuk. Így kell csinálni a lepkét. A másik asztalnál szintén szorgoskodnak a kicsik. Lufiba raktunk lisztet, és akkor beragasztottuk, és vettünk még egy más színű lufit, és ráraktunk még egy lufit. A napközis táborban résztvevő gyerekek azonban minden nap sétálni is mennek. Azt mondták, hogy játszunk még egy picit, és aztán elmegyünk egy játszótérre. És ahogy tavaly csináltuk, gondolom, hogy visszajövünk, és itt várnak ránk a szülők, és aztán másnap jövünk megint. A foglalkozásvezetők pedagógusok, óvodapedagógusok, osztálytanítók, illetve frissen végzett egyetemisták. Azért hoztuk létre ezt a nyári napközit, mivel az iskola befejezése után hatalmas igény mutatkozott arra, hogy a szülők valahogy lekössék a gyereküket, és hogy ugyanúgy gyerek társaságában tudják eltölteni az időt. Ez ugye nagyon nehéz, és nem mindig megoldható, meg a nagymamák sincsenek mindig ebben kéznél, hogy ugye segítsenek. A Palics Magyar Művelődési Egyesület és a Palics helyi közösség második alkalommal szervezte meg a napközis tábort. Óriási az érdeklődés, ugyanis már az első napon, hétfőn 50 gyermek vett részt a foglalkozásokon.